Üdvözlöm Önöket, Mirvágy Zsanan vagyok, a Törésvonal Intézet munkatársa. Sajnos a járványhelyzet miatt idén nem tudunk személyesen találkozni az Ökopolisz Alapítvány hagyományos nyári akadémiáján. De éppen a koronavírus miatt tartjuk rendkívül fontosnak, hogy végre beszélgessünk a jövőnkről. Ezt a célt szolgálja a Nem folytathatjuk ott, ahol abba hagytuk című rendezvényünk. De vajon mit nem folytathatunk? Miért nem folytathatjuk, és legfőképpen hogyan folytassuk? Többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ beszélgető partnereink. Üdvözlöm Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét és Ungár Péter országgyűlési képviselőt, az Ökopolisz Alapítvány társelnökét. Csapjunk is bele, a rendezvényünk címe az az, hogy nem folytathatjuk ott, ahol abba hagytuk. Ugye ez már önmagában magában foglalja, hogy valamit abba hagytunk, tehát valami válság volt. És talán abban nincs vita köztünk, meg ahhoz talán nem férhet kétség, hogy volt egy egészségügyi válság, egy járványválság, és kibontakozóban van egy gazdasági és egy szociális válság is. Önök, mint vezető zöld politikusok, mint döntéshozók, mit gondolnak arról, hogy egy ilyen válsághelyzet alkalmas a zöld fordulatra? Ilyenkor kell bátrabbnak lenni egy zöld politikusnak, vagy éppen, hogy óvatosabbnak, hiszen kontraproduktív lehet egy ilyen helyzetben, amikor egyébként a válsághelyzetből adódóan más érdekek lehet, hogy fontosabbak. Hát szerintem egy zöld politikusnak minden pillanatban bátornak kell lennie, tekintettel, hogy az egész politikánk az arról szól, hogy fölismerjük azt, hogy az, ahogy élünk, az fenntarthatatlan, és minden időpillanatban ezt az egész működésmódunkat kicsi és nagy léptékekben át kell alakítanunk úgy, hogy ez fenntartható legyen, annak minden értelmében, nyilván ökológiai szempontból is. Nagyon érdekes, hogy egyrészt ugye nem tudom, hogy túl vagyunk már az egészségügyi válsághelyzeten, reméljük, hogy túl vagyunk, egyébként ugye ez nem magától érthetődő, és valójában nem tudjuk azt, hogy milyen mértékű vagy milyen mélységű gazdasági társadalmi válság jön. Azt biztosan tudjuk, hogy nagyon sok olyan dolog, ami természetes volt eddig nekünk, az néhány nap alatt megkérdőjeleződött, és azt is láttuk, hogy az emberek, a magyar polgárok és a budapesti polgárok is rendkívül gyorsan és fegyelmezetten adaptálódtak ehhez az új helyzethez. Kétségtelen, hogy néhány hétig, tehát most már úgy lankad a figyelem mondjuk a maszkviselésre meg másokban, de hogy az emberek nagyon gyorsan át tudják érezni azt, hogy mi a közös érdek egy bizonyos helyzetben. Nekem nagyon szimpatikus volt az a felhívás, amit sok világhírű művész, meg magyar művészek is tovább vittek, hogy ne a normális akarjunk visszatérni abban az értelemben, hogy ennek az egész járványnak a kialakulása, az tulajdonképpen immanens része annak, ahogy ma mondjuk az emberiség használja a föld erőforrásait, és ahogy működünk, és hogy valójában egészségügyi szempontból ez a járvány tulajdonképpen nem is annyira vészes, mint amilyen vészes lehetne. Nyilván borzasztóan az, tehát iszonyatosan sok ember meghalt, és egy óriási fenyegetettség tudatban élünk. Csak ha belegondolunk abba, hogy mit mondanak a járványügyi szakértők, hogy lehetne, milyen típusú járványok lehetnének még, vagy tulajdonképpen a nagy számok törvénye szerint valószínűleg előbb-utóbb lesznek is, akkor azért egy eléggé negatív vízió alakul ki ezzel kapcsolatosan. Ugyanakkor a másik jelenség is van, tehát azért mondjuk Budapesten a járvány elején például a gépjárműforgalom radikálisan visszaesett, azért most már ez visszanőtt. Tehát, hogy lehet látni, hogy van-e valamilyen maradandó tanulsága ennek a dolognak, ez szerintem még nem dőlt el. Ha megnézzük, hogy mit csinálnak a nyugat-európai városok, akkor egyértelműen a bátor stratégiát választják. És mondjuk a Franciaország ugye tegnap, néhány nappal ezelőtti választási eredmények azt mutatják, hogy ez nem feltétlenül népszerűtlen, ez a politika, hiszen a zöldek taroltak, hál' Istennek, Franciaországban. De például csak Párizsban is, ahol a zöldek által támogatott szocialista jelölt nyert, egy kiváló polgármester, ott a járvány idején még tovább mentek tulajdonképpen azokkal az intézkedésekkel, amik a városokat fenntarthatóvá teszik. Ugyanezt történt egyébként Európa szinten minden városában, és Budapesten is ez történik, ahol azért nyilván érzékelem azt, hogy ezek nem feltétlenül népszerű dolgok és apróságok, de ezek kapcsán, mondjuk egy nagykörúti kerékpársáv kapcsán legalább el tudunk kezdeni beszélgetni arról, nem a kerékpársáv ebben a fontos, hanem el tudunk beszélgetni arról, hogy akkor milyen város szeretnénk. És ebben én azt gondolom, hogy nekem egy történelmi lehetőség a ciklusom elején lévő zöld polgármesternek, hogy ezt az alkalmat megragadom, nem kihasználom, vagy nem hogy mondjam, fegyverként használom, de hogy annak az értelmes társadalmi diskurzusnak a kilakítás érdekében, ami arról szól, hogy akkor nézzük meg, hogy mi van egyik serpenyőben, mi van a másikban. Mivel jár az, hogyha mondjuk a városi nagyútjainkat autópályaként használjuk, közlekedés szempontjából is, mit jelent az életminőség szempontjából. És hogy egyáltalán egy kicsit elgondolkodtassuk, vagy átbeszéljük a társadalommal azt, hogy ennek a járványnak a kapcsán, hogy egyáltalán, ahogy élünk, az úgy rendben van-e. Ez szerintem egy fontos lehetőség, és ezt szerintem nem kihasználni bűn, és biztosan egy olyan gyávasság, ami miatt szerintem itt és most Magyarországon nem érdemes főpolgármesternek lenni. Tehát én nem azért lettem megválasztva, hogy minden ugyanúgy menjen, mint régen, mert azt a programot más hitelesebben képviselte volna, mint én. Tudva azt, hogy azért ezek a változások lassabban érnek be. Tehát Párizsban 30 éve kezdték el azt a forgalomcsillapítási politikát, amit mi most kezdünk bizonyos szempontból, és ennek megfelelően egy rövidebb intervallum, hogy ezt végigvigyük. De a legfontosabb, hogy ha van valami, ami el tud gondolkodtatni embereket, az szerintem ez egy ilyen helyzet, és végsősorban a politika mégiscsak nem a hatalom, hanem az emberek képzeletének a megragadásáról szól, hogy mindannyiunk számára fontos szerzőt idézek. Szerintem most lehet ezt megtenni, és most lehet kinyitni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig olyan sután, vagy kicsit bátortalanul néhány városvezető már kinyitott Magyarországon, de tulajdonképpen ami az ő politika lételeme, meg értelme tulajdonképpen. Szóval semmiképp sem óvatosnak kell lenni ebben a kérdésben, ha jól értem. Hát minden esetre igaz, hogyha valakik megválasztanak egy zöld főpolgármestert, akkor ott, hogy olyan bicikli barát politika van, az nem kéne, hogy meglepetésként érje, hiszen a programban nagyon hasonlók voltak, amire a főpolgármester úr a felhatalmazást kérte. Ugye például a mi képviselőcsoportunkban volt egy vita arról, hogy ugye az első dolog, ami leállt a járvány alatt, az ez a nagyon olcsó és kicsit felpumpált turizmus, világturizmus, ami ugye Magyarországon is, vagy Budapesten is érzékelhető, főleg a bulinegyed vita kapcsán, meg az egész tömegturizmus vita kapcsán. És az értelemszerűen, tehát szerintem azt kimondhatjuk, hogy ez egy hibás gazdasági rendszer terméke, hogy nekem olcsóbb elrepülni Berlinbe, mint mondjuk vonatjegyet váltanom. Tehát az, hogy ez így alakult a rendszer szerint, ez értelemszerűen egy hibás dolog. Ugyanakkor fölmerül az a kérdés, hogy az erre a jó válasz, hogy mi azt mondjuk, hogy nem lehet olcsó a repülőjegy, mert kerozinadó van, és ezzel azt mondjuk, hogy az az ember, aki nagyon kevésszer tud menni nyaralni, akinek amúgy nincs arra tök, tehát nem arra használja, hogy havonta menjen, hanem hogy 2 év alatt egyszerre spóroljon, hogy neki ezt megnöveljük, vagy inkább az erre a válasz, hogy kialakítunk olcsóbb alternatívát állami szerepvállalással, akár a belföldi turizmus tekintetében, akár a tömegturizmus tekintetében. Tehát én szerintem is értelemszerűen az a jó stratégia, ha itt radikális változások vannak, csak szerintem föl kell tenni azokat a kérdéseket, hogy ezeket a radikális változásokat kiknek kell először érinteni. Értelemszerűen az olyan emberek, mint én, azokat negatívan érinti, ha kerékpársáv van a Nagykörúton, de nem biztos, hogy erről fogunk még nem biztos, hogy nekem kell feltétlenül ezeket a politikákat kialakítani, tehát hogy ez ebből a szempontból teljesen rendben van. Szerintem a turizmus meg az egész belváros kérdése az már egy kicsit bonyolultabb kérdés ebből a tekintetből, de minden esetre az is egy legitim kritika, akármennyire van más véleménye, meg gondolok erről sok mindent mást, hogy az, ami kialakult például ott, az sem feltétlenül a magyar bérből és fizetésből élőknek a szórakozására alakult ki, hanem egy más struktúrában. Szóval én szerintem összefoglalva az erre a válasz, hogy radikális változások kellenek, de ezeket úgy kell megtenni, hogy ne azoknak helyen fizetni, akik a legkevesebbet tudnak ebből. Mi helyes politikailag? Egy társadalmi szemléletformáló politika, ami hosszú távú, akár 30 éves, ami után az emberek maguk kérik, hogy igenis legyenek kitiltva az autók Budapestről és a nagyvárosokból, vagy meghúzni már most azokat a radikális lépéseket, amiket majd az emberek utólag később látnak be, hogy ez nekik hasznos volt. Egyrészt a bátorságot én nem azonosítom, és szerintem Péter sem, de szerintem fontos kimondani a radikalizmussal. Tehát abban az értelemben, hogy igazából, hogyha nem tudjuk meggyőzni a társadalmat arról, hogy amit csinálunk, ez helyes, és nem tudjuk átformálni mondjuk a többségi véleményt valamilyen irányba, akkor csak egyféleképpen tudunk radikális dolgokat csinálni antidemokratikus úton, és akkor belekerülünk egy ilyen második józsefi rossz szerepbe, amit azért, nem csak azért nem tartok helyesnek, mert valójában demokratikus politikával ellentétes, hanem azért sem, mert valójában ahogy élünk, az elsősorban mégiscsak abból származik, és most a járvány idején ezt nagyon egyértelműen meglátszott, hogy az emberek mégiscsak hisznek abban, hogy vannak jó dolgok az együttműködésben, ahogy élünk mondjuk egy városban. Ugye a városokat azért érinti ez a járvány nagyon különösen súlyosan, és majd biztosan tudunk erről is beszélni, hogy mi tulajdonképpen ebben a nagyon különösen érdekes várospolitikai szempontból, mert sok ember él együtt. Tehát, hogy itt nem lehet, nem lehet egyik napról a másikra tolvonással megváltoztatni szokásokat, viszont ki lehet próbálni dolgokat. És amikor azt mondjuk valamire, hogy ideiglenes kerékpársáv, most ez egy szimbólumként használom, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy a rakpartot megnyitjuk hétvégén a gyalogosok számára, vagy amikor modellezzük azt, hogy milyen az, amikor mondjuk most elment felettünk egy repülő, és hogy alig tudtunk beszélgetni pár másodpercig, de ez, hogyha ez a beszélgetés egy évvel ezelőtt van, akkor most nem tudnánk beszélgetni, mert annyi repülő szokott itt eljönni. Tehát azt akarom csak mondani, hogy most részben mondjuk ideiglenes beavatkozások lehetőségével, részben meg maga az élet hozta az, hogy kipróbáljuk az életünket, a városunkat, az országunkat más helyzetekben. Éppen ezért szerintem a konkrét kérdésedre konkrét válasz. Szerintem azért kell most meglépni ezeket, mert most tulajdonképpen van egy csendesebb időszak, amikor olyan ösztönzőket, olyan szabályozásokat ki lehet alakítani, amely nem egy működő rendszerbe való beavatkozás jelent, ahol rengeteg ellenérdekelt megmozdul, és hát ez is a demokrácia vele járója, hogy vannak érdekei a szállodahajó tulajdonosoknak, a velük együtt dolgozó szállodáknak, meg hát van a belvárosi polgárnak, aki egyébként nem nagyon örül annak, hogy a belváros legszebb Dunapart részeit hajókikötőnként funkcionálnak, ahol adott esetben agregátorok működnek egész éjszaka, és fújják ki a bűzt, és termelik a zajt. Tehát most lehet szerintem bizonyos szabályozókat meglépni, arra készülve, hogy a turizmus remélhetőleg helyreáll. Tehát ugye Budapesten ezek szerint kétfajta probléma van a turizmussal, vagy az, hogy van, vagy az, hogy nincs. Ugye eddig az volt a baj, hogy van, és egyébként én azt gondolom, hogy az ellenzék tavaly októberi budapesti győzelmét nagyon nagy mértékben segítette az, hogy a turizmus által létrehozott társadalmi feszültségekre, a városemberi problémákra nem volt rendszer szintű válasza egyébként a kormány oldalon. Lehetett volna leülni, szabályozni, bizonyos dolgokat visszaszorítani, vagy valamilyen értelmes egyensúlyt kialakítani. Most meg ugye az a problémánk, hogy meg annyira nincsen turizmus, hogy ez gazdaságilag egy város így nem tud működni. Főleg azért nem, mert ugye azok a szolgáltatások, amiket a turizmus lát el részben, azok a városlakók számára sem hozzáférhetőek. Tehát, hogyha Budapest minden második szállodája vagy étterme tönkre megy, akkor nyilván a budapestieknek is ez a szolgáltatásait roncsolni fogja. De például azt elérni, hogy a szállodahajóknak legyen egy értelmes szabályozás, és akkor kijelölünk nekik egy övezetet, ahol ki lehet kötni, hogy elindul erről egy párbeszéd. Azt, hogy az Airbnb szabályozásnak végre hozzá tudunk látni, és olyan keretek között kialakítani egy olyan szabályozás, hogyha visszanő a turizmus, akkor az élhető, értelmes kereteken belül maradjon, vagy mondjuk elgondolkodni azon, hogy végre a nagyon régóta tervezett sikló a Citadellára az épüljön meg, és akkor viszont a turista buszokat ki tudjuk szorítani. Most van szerintem ez az idő, amikor ezeket meg kell lépni. Mindenhol probléma a turizmus és a helyben lakók érdekei, mindenhol. Tehát ez a modern városi létnek a belejárója. Nyilván ez a városi szint, én ebben vagyok úgy nagyon benne, de egyébként amit a Péter felvetett, tehát önmagában azért az is elgondolkodtató, hogy az úgy normálisan bánunk-e a saját kulturális örökségünkkel, a saját bolygónkkal, és tehát hogy az jó-e az, hogy az természetes része az életünknek, hogy felülünk a repülőre és elutazunk sok ezer kilométer egy másik helyre, és ott vagyunk. És hogy ez ilyen nagy környezeti terheket rakunk egy ilyen kényelmi szolgáltatás érdekében a bolygónkra, én ezt nagyon erős kérdésnek gondolom, de ami helyi szinten igaz, ott mindenképpen mi egyébként hál' Istennek a kormányon ebben például is nagy vitánk, szeretnénk turizmus ügyben új szabályozókat kialakítani, de egyébként azt gondolom, hogy a turizmusról összefüggő közlekedési kérdéseket újra kell gondolni, és lehet úgy, hogy akkor nem a repülő lesz drágább, hanem a vonat lesz olcsóbb, vagy úgy, hogy a repülő egy picit drágább lesz, a vonat sokkal olcsóbb lesz, és akkor versenyképessé tud válni. Vagy pedig úgy egyébként, hogy elkezdünk egy kicsit, és a politikusok jó, hogyha van egy önkorlátozás abban, milyen mértékben formálják át az emberek gondolkodását, de azért szerintem egy valid kérdés, hogy mondjuk Magyarországon például nincsen belföldi turizmus. Miért nincs? Tehát én budapesti polgárként én nagyon szívesen nyaralok Szegeden, meg Szombathelyen, tök szuper helyeink vannak, de ennek nincs úgy kultúrája, mert ha egy magyar ember Budapestre elmegy nyaralni, akkor nem tudom, Görögországban megy, meg Horvátországban, ami tök természetes, csak az egyensúlyokat kéne helyreállítani, és egyébként ez is egy lehetőség, tehát mi most azért csinálunk egy belföldi turizmust ösztönző programot, nem csak azért, hogy nem menjenek csődbe azok a vállalkozások, akiket talán ezzel tudunk segíteni a csődközeli helyzetben, hanem azért is, mert én tényleg szeretném, hogyha az, hogy elmegyünk nyaralni, és ez Budapesten van, ez egy vidéki, alsó középosztálybeli család számára, ez egy létező alternatíva legyen. Ugye ráadásul az is probléma, nem csak az, hogy nem megy Budapestről az ember Szombathelyre nyaralni, hanem Budapestről Kolozsvárra sem megy, meg a Csallóközbe sem megy, hanem Görögországba megy. És például, hogyha már valaminek a V4-es együttműködésben lenne szerepe, akkor egy közös ilyen turizmus szervezési társulás lehetne akár a közlekedést ezek között az országok között így megoldani, tehát ez értelemszerűen így van. Én amúgy annyit még ehhez hozzátennék, hogy itt mindig a közlekedés ugye az, ami a neuralgikus pont, meg mindig az van elővéve, és értelemszerűen ez egy nagyon fontos dolog. De hát azt, ami fölmerült az egész lakhatás-lakás kérdéssel, az talán egy még fontosabb, még akuttabb dolog. És azért az egy eltagadhatatlan tény volt, hogy a járvány előtti időszakban a budapesti ingatlanárak, de amúgy ez nem egy budapesti kérdés, tehát ez mindig budapesti kérdésként Sében is olyan az ingatlanár, hogy szinte budapesti mértékű, tehát az ingatlanárak Magyarország jelentős részén kifizethetetlen. És hogyha ugye persze, és ebben teljesen egy jogos felvetés, meg ez egy egész európai vita Barcelonától Berlinig, hogy az Airbnb-t hogy lehet szabályozni, és nem vesznek részt a közterviselésbe, és fölviszik az ingatlanárakat, de azért az, hogy erre semmilyen tulajdonképpen nincs állami politika, tehát semmilyen állami politika nincs a lakhatás kapcsán, az azért azt mutatja, hogy ez nem egy valós probléma. Azt úgy kezelik, hogy ez egy piac, valahogy majd megoldja, és akkor valami lesz. És azért ez is talán a városban lakás, vagy a városban életet eltöltés egyik legfontosabb problémája, hogy hogy lehet ingatlanhoz jutni. Közvéleménykutatási adatok azt támasztják alá, hogy legjobban az emberek Magyarországon a megyei jogú városokban szeretnek élni. Meglepő közvéleménykutatási eredmény volt ez, igen, hogy ön, mint aki most már viszonylag évek óta, meg régóta Szombathelyen és Vas megyében politizált, várospolitikához talán most már így benne van ezekben a dolgokban, ön pedig Budapest főpolgármestereként. Mi az, amit oké, hogy nincs belföldi turizmus, oké, hogy Budapest más helyzetben van, mint a többi város, de ahogy ön is mondta, hogy arról is kéne beszélni, hogy a városok mennyivel másabbak a koronavírus kitettségben, mint egyébként a falvak. Mi az, amit Budapest tanulhat, például, vagy tanulhatott a megyei jogú városoktól, vagy a nagyobb, kisebb városoktól az országban? Van-e olyan dolog egyáltalán? Nagyon sok minden van. Egyrészt kiváló polgármesterek vannak, egyébként kormánypárti és ellenzékiek is, akik a munkáját én követtem, és nagyon sok jó gyakorlatot el lehet lesni. Engem egyáltalán nem lep meg ez a kutatás, ez most lehet, hogy furcsa lesz egy főpolgármestertől, mert valójában a magyarországi nagyvárosok élhetőség szempontjából egyszerűen azért, mert nincsenek olyan forgalmi problémáik, nincs olyan levegőminőségbeli probléma, nincs olyan turizmusnak való kitettség, valójában tényleg élhetőbbek, mint Budapest. Miközben azokat a szolgáltatásokat, intézményeket, egyáltalán azt a hangulatot, amit egy várostól elvárunk, azért ezek a nagyvárosok már tudják. Tehát ebben az értelemben engem ez nem lett meg. És igazából mi az, amit leginkább tanulni szeretnék? Az, hogy Budapest az olyan város központoknak, vagy olyan lokális régióknak a szövete legyen, ahol ezt az élhetőséget el tudjuk érni. Ez ugye ez a kis távolságok városa koncepció, vagy a 15 perces város koncepció, amit ugye a párizsi főpolgármester képviselt a kampányban, meg előtte is. Tehát magyarán, hogy Budapest ne egy nagy massza legyen, ahol minden intézmény benn van a belvárosba, minden lakóvezet kint van a peremkerületen, és bumcizunk egyik nap a másikra, hanem hogy próbáljuk meg úgy, és szerintem az élhetőség szempontjából ennek óriási jelentősége, úgy átgondolni a városunkat, hogy legyenek városközpontok, minden kerületnek legyen meg a maga identitása, legyen meg a maga étterme, legyen meg a maga igazgatási központja, és hogy azt az elképesztő mobilitási igényt, amitől ez a város szenved, azt valahogy megpróbáljuk csökkenteni, amely nyilván nem csak a városnak, hanem elsősorban a régiónak a problémája. Tehát összességében egy csomó apróságot tudnék felsorolni, hogy miket lehet tanulni. Hál' Istennek azt látom, hogy Szegeden is a Tiszapartot megnyitották a gyalogosok előtt, tehát hogy van egy ilyen kölcsönös tanulási folyamat, tehát hogy azt látom, hogy talán amit mi teszünk, arra is van valami fajta fogadókészség. De összességében azt, ami miatt nagyon sokan azt gondolják, hogy megyei jogú városon a legjobb élni, ezt a fajta kis távolságok városa koncepciót szeretném Budapestnek kínálni, és persze ez nem fog 5 perc alatt, sőt 5 év alatt sem megvalósulni, de mondjuk egykori zuglói polgármesterként azt el tudom mondani, azt, hogy Zuglónak nincsen egy városközpontja, miközben egy nagyon komoly terület, van is egy lokális központja, ahol ezt meg lehetne építeni, az, hogy egy nem belvárosi kerületben lakó család, ha el akar menni egy családi mondjuk vacsorára, akkor a legvalószínűbb az, hogy beülnek az autóba és bemennek valóban a belvárosba, a étterembe. Ezeken kéne változtatnunk, ezt tudják azok a megyei jogú városok, amikről a polgárai részben joggal azt gondolják, hogy élhetőbbek, mint Budapest. Tehát, hogy itt egy olyan megyei jogú város, ahol nincs például ilyen mértékű levegőszennyezési probléma, vagy nincs ilyen zsúfoltság, nincs ilyen zajterhelés, ő meg tudja úszni azt, hogy nem zöldesíti a városát, előbb-utóbb. De Budapest ezt nem teheti meg. Tehát nekünk ebben az értelemben előrébb kell menni, mert egyszerűen itt ebben a városban többen vagyunk, több olyan problémánk van, ami az élhetőség szempontjából egy legyőzendő kihívás. Mi a helyzet Szombathelyen? Én azt látom, hogy ez természetesen nagy rész szerintem igaz, az mindenhol probléma, tehát ami nem csak Szombathelyen, de Győrben is nagyon sokat hallom például, meg még Pécset is mondják, pedig az azért ebből a szempontból az egyik legvibrálóbb életű, hogy például a fiataloknak nagyon kevés szórakozási lehetőség van ugyanakkor, ami egy negatív, és ami Budapestről inkább, hogy mondjam, tanulható, vagy olyan, amivel politikát kell csinálni. Nehéz kérdés, hogy ebben hogy lehet politikát csinálni. Társadalmasítjuk a rockzenét. Így van. Igen, csak ne a kormánybiztos úr. De az a helyzet, hogy én azért azt látom, hogy szerintem például egy olyan városnak, mint Szombathelynek az identitása értelemszerűen nagyon erős, és a mérete pedig tényleg tulajdonképpen tökéletes ahhoz, hogy mondjuk egy fiatal család, ahol fölnevelje a gyermekeit, 5 percre van az óvoda, a munkahely, egy park is általában van 5-10 percre, és tényleg ezzel nehéz versenyezni. De politikailag, ha megnézzük, és ezt úgy mondom, hogy például tegnap, vagy hát napokkal ezelőtt végighallgattam a miniszterelnököt, ahol elmondta, hogy ez a vidék kormánya, és mennyit tettünk a vidékért, hogy azért ennek ellenére a döntéseket, amik nagyon sok szempontból ezek a közösségek életét befolyásolják, elvették ezektől a közösségektől, ahogy elvették amúgy Budapesttől. Ugye mi abban egy pártban kezdtünk politizálni, aminek az alapító nyilatkozatában benne van az, hogy az a célunk, hogy ott szülessenek a döntések, ahol az emberek együtt élnek a következményeikkel. Az értelemszerűen egy ilyen közösségnek egy súlyos érvágás, hogy mondjuk az, hogy ki egy szombathelyi iskola igazgatója, azt nem ott döntik el, hanem elviszik a Szalai utcába, ami nem azt jelenti, hogy Budapest dönti el, mert ez egy értelemszerűen Budapesttől önálló tényező, de és ettől van egy olyan érzése szerintem nagyon sok megyei jogú városi polgárnak, hogy kivették a döntéseket az ő kezükből, olyan döntéseket, amik a magyar demokrácia első 27-28 évében egyértelműen az övék voltak. Tehát én azt gondolom, hogy persze lehet mondani sok mindent, hogy hatékonyság, meg stb., de ez segítene abban, hogy politikailag, meg kulturálisan olyan döntéseket tudjanak hozni, amitől még élhetőbbek legyenek ezek a helyek, és szerintem Budapest esetében is ezek alapvetően pozitív dolgok lennének. Igen, és van egy szó, amit én már mondtam, és a Péter is említett, és szerintem nagyon-nagyon fontos, amikor arról beszélünk, hogy ugye az zöld politikusok mindig ugye globálisan gondolkodnak és lokálisan cselekszenek. A lokális cselekvésnek, főleg akkor, hogyha ez nem csak a döntéshozókra érvényes, nagyon-nagyon fontos eleme az identitás. Ha valaki kötődik egy településhez, akkor egyszerűen máshogy néz rá, másféleképpen él ott, másfajta felelősséget tud válni a közösségért, és a politika azt tudja ezt az identitást gyengíteni, meg tudja erősíteni. Tehát azzal, hogy az iskolai igazgatót valaki egy távoli városban nevezi ki, vagy dönt róla, azzal tulajdonképpen túl azon, hogy nagy valószínűséggel rossz döntés fog születni, hiszen helyben ezt jobban lehet látni, de erodálja az embereknek a kötődését a saját településükhöz. És a legfontosabb dolog, ami egyébként szerintem egy zöld fordulathoz kell, hogy az emberek ott, ahol élnek, ahhoz a helyhez kötődjenek. Mert akkor jobban meg fogják érteni, hogy ennek a településnek mi a hosszú távú érdeke, jobban meg fogják érdekelni azt, hogy mondjuk hogy ezek bonyolult kérdések, hogy akkor merre megy egy út, vagy hol van egy pad, vagy éppen ki kell vágni egy fát, mert ez teremti meg az odafigyelés, meg az érzelmi közösséget. Szerintem iszonyatosan fontos. Valójában az önkormányzati politika egy 21. századi világban elsősorban azért fontos, hogy olyan identitások alakuljanak ki, amelyek kötődnek a szülőföldhöz, kötődnek a természeti értékeinkhez, a kulturális örökségünkhöz, mert ez az identitás a legerősebb garancia arra, hogy ezeket nem fogjuk tönkretenni. Minden politika, ami az identitásokat manipulálja, ahelyett, hogy hagyná, hogy a természetes közegükben kibontakozzanak, azok nagyon rossz irányba szokták vinni a politikát, és éppen azért vagyok nagyon erősen én is közös alapító nyilatkozatunknak megfelelően annak a híve, hogy lehető legtöbb döntés ott szülessen, ahol az emberekre érvényes, mert ez a legfontosabb, az ökopolitika legfontosabb támasztéka szerintem a lokális identitások kialakulása, és tulajdonképpen mind a nacionalista politika, mind a most már nem azt mondom, hogy internacionalista, tehát a lokális kötődésekre nem figyelő szabad kereskedelmi logika az letarolja ezeket a lokális identitásokat, amiknek szerintem pusztító következményei vannak hosszú távon, mert nem lesz társadalmi közege annak a politikának, ami fenntarthatóvá teszi az életünket. Említették a miniszterelnök nyilatkozatát a vidék kormányáról, és itt már én kicsit úgy éreztem, hogy itt kerülgetjük magát ezt a szót is, hogy én napok óta azon gondolkozom, hogy a világtörténelmet igazából folyamatosan és mindig csak és kizárólag a népi urbánus vita határozza meg. Úgy látszik, ezt a vitát itt most nem sikerült kinyitnom, mert túl nagy volt az egyetértés itt ebben a kérdésben. Nem is akartam igazából kinyitni, de hogy nagyjából ebben a népi urbánus vitában minden besorolható, vagy a népi, vagy az urbánus oldalra. A zöld politika besorolható-e, és mit tehet a zöld politikus, hogy ne sorolódjon be ebbe a népi urbánus dologba? Ugye, hogyha jól tudom, ezt én Gerő tanár úrtól hallottam abban a kontextusban, hogy a magyar politika az mindig a felirati és a határozati párt különbségére írható fel. Értelemszerűen szerintem van egy kormányzati szándék, hogy kiprovokáljanak egy Budapest-vidék ellentétet jelen esetben. Szerintem ez a szándék rendkívül káros, már önmagában, és én amúgy azt gondolom, hogy sikertelen lesz. Tehát én azt gondolom, hogy értelemszerűen, ami Budapesten történik, azért, mert ez a nemzetnek a fővárosa, az országosan hatással van. Ez szinte mindenhol így van a világon, tehát ez nem egy különlegesen magyar dolog. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azok, akik azt gondolják, hogy azért, mert valaki nem budapesti, attól gyanúval fog viseltetni minden iránt, ami budapesti, az nagyon rossz véleménnyel van a nem budapesti emberekről. Abból a szempontból persze látok problémát, hogyha a zöld politika elmegy egy ilyen fogyasztási cikk politikába, ami egyfajta fogyasztási identitás, tehát hogy mi vagyunk azok, akik meg tudjuk 15-szörös áron venni a bioterméket, akik nem tudom, olyan kocsmába megyünk, ahol repohárba adják a fröccset. De ma nem itt tart a zöld politika? Persze jó dolog. Én attól félek, hogyha azt csináljuk magyar zöldek, hogy a nyugat-európai zöldeket copy-paste berakjuk a magyar kontextusba, akkor annak lesz egy, és nem a népi urbánus szót használnám, hogy egy elitista, anti-elitista osztásban egy nagyon elitista jellege, és az tényleg mindig kisebbségben lesz. Én azt gondolom, hogy ha már visszatérünk a 2010-hez, hogy... Visszafogunk még. Az nagyon jó. Kicsit lesz egy ilyen pszichodráma része is. De 2010-ben például az a szlogen, hogy lehet magyar a bolti paradicsom, az pont, hogy átvágja ezt a népi urbánus vitát, mert az olyan dolog, ami... Én írtam a plakátra. Tehát hogy ez pont, hogy ezt átvágja, illetve voltak ugye is olyan plakátok is akkor, amik a vidéken való boldogulásról szóltak. Tehát én azt gondolom, hogy van egy ilyen veszély a zöld politikában, meg ahogy a zöld politika megjelenik. Főleg, amikor a zöld politika társul egyfajta nyugat-európai, számomra teljesen értelmetlen identitáspolitikával, és azt gondolom, hogy mindent el kell követnünk, hogy ez ne így legyen. Egyetértek, és azt hozzátenném azért, hogy ez nem olyan könnyű azért ezt a hibát elkerülni, és hogyha az elmúlt 10 évemet méretre teszem, akkor azt gondoltam, hogy én is néhányszor belagyaroltam azokba a klisékbe, amiket ez a dilemma fölvet. És ráadásul az a helyzet, hogy most túl azon, hogy Nyilván a Budapest főpolgármester, hogyha a városától elvesznek évi 10 milliárd forintot, akkor verni kell a tantamot. Tehát ugye van egy ilyen érdekvita is, bár megjegyzem, a Budapest és az ország gazdasági társadalmi fejlődése olyan mértékben össze van kötve, hogy valójában nem lehet ezeket, a valóságban nem lehet egymással szembeállítani, mert ami Budapestnek rossz, az országnak is rossz lesz. De most nem is ezt akarom mondani, hanem van egy másik, szerintem egy olyan globális jelenség, ami nehezíti azt, hogy ebbe a hibában essünk bele. Mégpedig az, hogy az nyilvánvalóan látszik, hogy van egy olyan civilizációs jelenség most a világban, ami más politikai preferenciákat rajzol ki a nagyvárosokban és a kis településeken. Szerintem, ha megnézi valaki a legutóbbi amerikai elnökválasztás eredményeit, akkor ott nem a fehérek és a feketék szavaztak szét, hanem a nagy település és a kis település. Ha valaki megnézi a Brexitnek a földrajzi hátterét, vagy megnézik azt, hogy hogyan szavaztak Törökországban, vagy éppen Varsóban, vagy Prágában a polgárok, vagy önmagában az a jelenség, hogy például a visegrádi országokban tulajdonképpen a progressziót a nagyvárosi polgármesterek jelenítik meg bizonyos szempontból, és kell is, hogy megjelenítsék, és dacsolnak a saját kormányaikkal, akkor látszik az, hogy itt azért van valami a világban, ami ebben az irányba visz, amit én egyébként pont az isztambuli főpolgármester kampánya mögött létrejött intellektuális feltáró munka hívta fel a figyelmet arra, hogy valójában az a fajta morális pánik, vagy szorongás, vagy elmagányosodás, ami a társadalmunkat jellemzi, az paradox módon most a kistelepüléseken sokkal inkább jelen van, mint a nagyvárosokban. Ugye az egész modernitásunk, ugye a társadalom, közösség szembeállítása az arról szólt, hogy az emberek a nagyvárosba mennek, elmagányosodnak, elidegenednek, és ott egy ilyen masszaként mondjuk tömegmozgalmak, jobb vagy szélső baloldali tömegmozgalmak tulajdonképpen társadalmi támogatóivá válnak. Ez abban az értelemben megfordult, hogy ma Magyarországon a városokban szerintem több a közösségi élmény, több a közösségi kapcsolódás, kiegyensúlyozottabb a médiafogyasztás, tehát magyarán a kistelepülésen élő emberek sokkal jobban szoronganak a nagy globális jelenségektől, mint a nagyvárosiak. Függetlenül attól egyébként, hogy őket kevésbé éri el. Mondhatnám azt, hogy 2018-ban Szegeden meg Budapesten nyert az ellenzék, miközben a kampány legnagyobb témája, a Fidesz legnagyobb témája a migráns krízis volt. Nyilván ezek a városok láttak egyébként, valóban láttak menekülteket a városaimban. Tehát igazából ez nem a magyar népi urbánus vita, de van valami a világunkban, ami nagy bizonytalanságot tölti el a kistelepülésen embereket, és hogy erre szerintem nagyon nehéz politikai választ adni. És biztos, hogy nem az a válasz, hogy akkor ők buták, a városiak meg okosak, nem erről beszélek, hanem egyszerűen más típusú szorongásaik vannak, és hogy erre mit tud adni egy jövőorientált progresszív politika, nem tudom, meg hogy hogyan éri el ezek az embereket, azt se tudom, de hogy a közösség szervezés a lényeg, mert valójában bármennyire is furcsa, ma a vidék sokkal kevésbé közösségibb szerintem, mint a nagyvárosi emberek, akiknek sokkal intenzívebb társadalmi kapcsolataik vannak, ezt látjuk a szociológiai felmérésekből. Én valami ilyesmit látok ennek a magyarázataként, és egyébként mondjuk az Imamoglu kampányának a kampánystratégia, ez a Radical Love stratégia, az tulajdonképpen arról szól, hogy a politikában közösségeket kell létrehozni, politikai közösségeket, amik közös értékek mentén köteleződnek el, és ezt el kell vinni olyan településekre is, ahol ezek nem jelennek meg. De akkor a zöld politikának önök szerint van esélye, hogy kiemelkedjen ebből az elitista, antielitista, népi urbánus, nevezzük bárhogy, tengelyből? Hát tud egy ilyen érték szintetizáló funkciója lenni? Hát tényleg én túl azon, hogy én valójában egy vidéki közegből jöttem, most a Péternek éppen mondtam, hogy nekem apám, anyám kertész, tehát nekem végső soron a Magyarország képet le kell érnem, akkor én Németh László mondanám a Kert Magyarországot. Tehát tulajdonképpen, hogy nekünk szerintem ez a lételemünk, hogy túljussunk ezeken a problémákon, viszont pokoli nehéz. Tehát még egyszer mondom, amikor az ember ellenzéki politikus, és próbál mondjuk egy ellenzéki koalíciót létrehozni és fenntartani, akkor ez nem olyan magától érthetődő, hogy ne sodorna el minket az, ami 100 éve sodorja a magyar politikát előre. De végsősorban azok a kérdések, amiket minket elsősorban érdekelnek, és persze itt és most Magyarországon, ebben a rendszerben ezeket a kérdéseket valami nehéz föltenni. Tehát amikor mondjuk van egy elvonás, meg a főváros próbálják gazdaságilag kivéreztetni, ezt a meccset megvívni, meg azt a meccset, hogy akkor legyen egy biciklisáv a Baros utcában, nem olyan könnyű. Én azért azt gondolom, hogy az LMP-nek az alapítása körüli gondolat, az alapvetően pont ezért, egy helyes gondolat volt. Tehát az volt, ugye ezt az értékszintézist, ez részben egy nagyon furcsa szókapcsolat, ami politikailag értelmezhetetlen, de most ezt leszámítva nagyon sokan úgy kezelték, hogy ez egy ilyen hippi, szeressük egymást mindannyian, nem állítunk igazából semmit a világról, és egy ilyen megúszós. Pedig pont az ellenkezője szerintem, pont annak a felismerése, hogyha folyamatosan visszatérünk azokhoz a törésvonalakhoz, amik eddig voltak, akkor ugyanazokat az eredményeket fogjuk kapni. Igen. És én ebben egy nagyon előremutató dolognak tartottam a trianoni megemlékezés, ezt az egyperces néma csöndet, és más városokban ezt másképp csinálták, de alapvetően szerintem például, ha nagy részt megnézzük, az ellenzéki városvezetők például, ahogy a trianoni traumát kezelték, az pont azt mutatja, hogy igenis van akarat, meg van gondolat arra, hogy túllépjünk ezeken a történelmi sebeket sóval behintő ilyen újra és újra visszaöklendezett vitáknak a lefolytatásáról. És szerintem ebben van előrelépés. Értelemszerűen abban, hogy milyen politikai környezetben vagyunk, meg az, hogy mivel állunk szemben, az megnehezíti, hogy ezeket a kérdéseket föltegyük, de hogyha nem tesszük föl, és nem ez alapján próbálunk válaszolni, akkor attól félek, hogy hiába van változás, újra és újra ugyanezek a viták lesznek. És szerintem ebben a legfontosabb, vagy talán ami a legjobb dolog tudna lenni, csak értem, hogy feltétlenül a fővárosban a Fidesz nem ennyire alkalmas erre, és ezt nem csak azért mondok, mert személyes antipátiával is vagyok a Fidesz frakcióvezetőjével szembe, tehát hogyha a fővárosban lehetne mondjuk egy példamutatás, hogy milyen egy szakmai vita, milyen egy vita arról, hogy legyen-e bicikliút a Baros úton, akkor ez lehetne erre egy válasz, de nem azt látom, hogy ott erre felé mennek a tendenciák. És akkor Budapest úttörő is lehetne más városokra is, ilyen viták lefolytatására? Szerintem sokkal, és ez most tényleg nem fogok a helyi Fidesz frakciókat így összehasonlítani, de más városokban sokkal jobb minőségűek a viták a Fidesznek a minőségváltozása miatt, de kétségtelenül igen. Hát igen, csak ugye itt valójában, hogy érdeke ez a NER-nek, hogy itt értelmes szakpolitikai vitákat folytassunk, nyilvánvalóan nem. Tehát a kedvencem az, amikor a Pokorni Zoltán kérésére megemeljük a 12. kerületben a parkolási díjakat, mert tényleg nevetségesen alacsonyak, és ez forgalmi problémákat okoz, mert átparkolnak a kerületbe, a Fidesz frakció megszavazza ezeket a lépéseket, majd másnap Gulyás miniszter úr fölgyújtja magát, és azt mondja, hogy ezzel nem ért egyet, miközben annak a kerületnek a képviselője is. Hát, tehát a nyomokban még, mert azért a várospolitikában, főleg amikor már a fővárosi közgyűlés sokadik napirendi pontja van és kimegy a sajtó, akkor azért mindenki kicsit elfárad, és akkor olyan értelmesebb vitáknak is kinyílna a lehetősége. Ezeket egyszerűen, tehát a magyar közélet számos szereplőjének, és elsősorban persze a Fidesznek az az érdeke, hogy hiszterizáljuk a közvéleményt. Minden dolog, ami a hiszterizálás helyett a valós, adott esetben éles, de valós dolgokról, valós társadalmi konfliktusokról szóló vitákra felé vinni a politikának a reflektorfényét, az nekik nem jó. Nekem ugye a Trianon kapcsán én biztos voltam abban, hogy soha senki egy jó szót a Fidesz oldaláról nem fog szólni emiatt, miközben én pontosan tudom, mert azért szivárog a rendszer, hogy verték a fejüket, hogy ez miért nem nekik jutott eszükbe. Végül is a miniszterelnök, tehát annyira nyilvánvaló volt, hogy ez egy nemes és jó dolog, tehát végül is a miniszterelnök megdicsért, nem itt, hogyha ez engem olyan különösebben próbálj kontra befolyásolna, de látszott, hogy zavar volt, mert ugye lementünk arról a térképről, hogy vannak az ilyenek, meg vannak az olyanok, és az ilyenek és az olyanok mindig, arról szól a magyar politika, hogy az ilyenek és az olyanok mindig nagyon összevesznek, és mindig az ilyenek nyernek. Ugye erről szól a magyar politika, az ilyenek most a Fidesz. Tehát minden, ami észszerű vita lenne, az ennek a rendszernek nagyon nagy veszélyt jelent, mert akkor elkezdenek arról beszélgetni, hogy tényleg ez az egykulcsos adó, ez olyan jó dolog? Ha kinyitnánk ezeket, ha erről szólna a magyar belpolitika, akkor nem így élnek. Említette, hogy Nyugat-Európában a zöld politikusok ön szerint érthetetlen módon megszólalnak bizonyos ideológiai, kulturális dolgokban. Például? Hát én nem mondom, hogy érthetetlen, és szerintem itt azért szét kell... Mi az, amiben nem szabadna megszólalni önök szerint egy zöld politikusnak? Mi az, amiben szabad? Szerintem például az, ami Magyarországon a migrációs vita elején mondjuk Lányinak, azt hiszem a Mandineren jelent meg akkor az álláspontja a migrációval kapcsolatban, amit szerintem lehet, most nem azt mondom, hogy az szentírás és nem lehet vitatni, de hogy az a fajta Bármilyen kritikának az elutasítása az európai zöldek nagy részéről, ami azt mondja, hogy a tömeges migrációnak igenis vannak befolyásoló tényezői, igenis vannak olyan dolgok, amiben korlátozni kell, ez egy súlyos hiba volt szerintem. Értelemszerűen, ha mondjuk a német vagy az osztrák zöldeket nézzük, akkor az ő választási matematikájuk szempontjából nem volt egy súlyos vita, hiszen az ott egy sikeres dolog volt, de szerintem az, hogy ebbe például az európai zöldeken belül egy domináns álláspontot képviseltek vagy kialakítottak, ez szerintem részben hibás volt. Én amúgy azt is gondolom, hogy tehát például az egyik német zöldeknél, ezt ugyan az európai zöldek korábbi társelnöke az, szerintem ő ezt nem vállalna már ilyen nyíltan, de engem sok mindenbe befolyásolt, meg sok mindenre tanított, és a nagy vitájuk volt az, hogy volt kampány, ahol behozták azt, hogy kötelező legyen mindenféle közétkeztetésben, meg mindenhol egy nap húsmentes napot tartani. És hát ez tipikusan annak a egyensúlynak a rossz megtalálása szerintem, ami arról szól, hogy mennyiben kell szemléletet formálni, és mennyiben kell a társadalmi igényeket kielégíteni, mert bár a mindennapos húsfogyasztásnak van egy nagyon valós ökológiai terhe, hogy ha ezt így előkészítetlenül, akkor még el is fogom kérni az analógiát, tehát ilyen felvilágosult abszolútista módon bele mondjuk a világba, ez szerintem helytelen. Ugyanakkor én azt látom, hogy ez a centrumországokban lévő zöldekre igaz, a periférián lévő zöldek nem ilyenek. A mi régiunkban nem nagyon vannak, tehát nagyon nehéz így beszélni róluk. De a déli, tehát spanyol, portugál, görög, ezek a zöld pártok sokkal inkább egy szociális, sokkal inkább egy társadalmi egyenlőtlenségre felhúzott politikát képviselnek, ami szerintem sokkal inkább illik ahhoz, amit nálunk kéne itt. Tehát, hogy baloldali legyen a zöld politika. Baloldali legyen a zöld politika? Hát, baloldali-e egyáltalán? Hát most, hogyha ezt egy társadalmi kontextustól függetlenül kérdezzük, akkor szerintem igen. Tehát szerintem a baloldalnak lenni annyit jelent, hogy a társadalmi státuszkókat a hátrányosabb helyzetű csoportok érdekében alakítjuk át, és hát vannak a hátrányosabb helyzetű csoportok, mint akik meg se születtek. Vagy az állatok, akik nem jönnek el szavazni. Tehát nyilvánvaló, szerintem a zöld politika a társadalmi igazságosságot képviseli a jövő generációival szemben, ebben az értelemben szerintem baloldali. És hát ezer ilyen vita volt az LMP-ben régen, amikor még én is részt vettem, hogy akkor most ne veszük az LMP baloldali pártok, vagy nem. Ez egy másik kérdés. És ugye arra vezet föl, és lehet, hogy Péterrel nem vitatkozom, alapvetően például a migrációügyben én is, hogy mondjam, kicsit kapkodtam a fejemet, hogy akkor mi a helyes, mi nem a helyes. Tehát nem volt az olyan magátörtetődő, hogy hogyan kell erre reagálni mondjuk egy zöld politikusnak Kelet-Közép-Európában. De ez kétségtelenül volt egy kioktató hozzáállás olyan országok részéről, hogy teljesen más ennek az ügynek a kontextusa. És mégis ezt kell nézni, hogy az, hogy közös értékeink vannak, meg közös céljaink vannak, abból nem következik az, hogy ugyanabban a kontextusban ezt a politikát ugyanúgy kell megjeleníteni a mindennapokban. Ezért gondoltam én azt, hogy ebben az értelemben irigylem a nyugat-európai zöldek problémáit. Tehát azért itt nálunk azért más típusú kérdések másféleképpen merülnek föl. Az biztos, hogy szerintem azért nem vitatkozom, csak fontosnak érzem elmondani, szerintem az, hogy ebben az értelemben vett az zöldpolitikának valami fajta nyugatossága, azt szerintem vállalandó, meg vállalható. Tehát, hogy azért ezt én nem gondolom azt, hogy ez az a népurbánus vitába való szakadékba való beleesésünket jelenteni, hogyha ezt így kimondanánk. Tehát azért azok a társadalmi mozgalmak, amik Magyarországot mondjuk egy jobb helyé tették, azért azok mégiscsak Európában jöttek felénk, és viszonylag ritkán jöttek mondjuk keletről ezek a dolgok. Tehát ezt a fajta identitásunkat az, hogy azok az országok, tehát nekem egy kedvenc példám, most egy kicsit anekdotikus, hogy egy 2010-es LMP kampányról már volt egy szó. Az akkori LMP vezetőket megkérdeztem arról, hogy melyik az a nyugat-európai ország, amik legjobban úgy néz ki, amilyen én ma Magyarországot szeretnék tenni. Mindenki egymástól függetlenül mindenki azt mondta, hogy Dánia. Most nem arról van szó, hogy mi dánok akarunk lenni, tehát nem arról van szó, hogy ne lennénk minden értelemben ennek a Kárpát-medence magyarságnak a szerves része, de végső soron, hogyha megnézzük, hogy milyen a megújuló energia, a kerékpározás, a részaránya, a női foglalkoztatás, meg mondjuk az, hogy az emberek boldogak például, ami szerintem valójában a legfontosabb mérföldköve a mi politikánknak, akkor tulajdonképpen ezek létező társadalmi modellek, és ezeket a modelleket érdemes eszközként azokat a közpolitikai megoldásokat, amik ez a társadalmak tulajdonképpen létrehozták, nyilván egy sok évszázados fejlődés után, hogy mondjam, ezeknek az eszköztárát megfontolni, és nem lemásolni, meg bevezetni, meg hogy mondjam, egyfajta ilyen felmúlásod abszolútista módon ezeket a reformokat úgy ráültetni a magyar társadalomra. De azért vannak társadalmak, akik működnek bizonyos szabályozók szerint, és szerintem azt mondjuk ki, hogy ezekből érdemes tanulni, és hogy bár én elvetettem azt a kampányt, de én csináltam egy dán nyelvű LMP kampányt 2010-ben, egy ilyen koncepciót, ami dánul beszéltek volna az emberek, és az lett volna a szlogenje reagálva a Jobbik Magyarország a magyaroké, hogy Dánia legyen a magyaroké. De végig hál' Istennek ezt leszavazta a választmány, és maradt tulajdonképpen az igen lehet. Igen, amikor még kampányszlogenekről szavazott a választmány, ez egy régi szervezet-szociológiai probléma. Nem igen, szóval pont azt akartam mondani, hogy a nézőket az LMP szervezet-szociológiai problémáival nem biztos, hogy terhelnénk, de ha már LMP is... Biztos, hogy rendkívül szórakoztató, de ha már LMP is 2010, ugye most volt pár hete igen, hogy 10 éves lett az, hogy egyáltalán képviselete van a zöld politikának a Magyarország gyűlésben. Hát önmagát ez a zöld politika, vagy önmagát ez az egész mozgalom nem állítja be, vagy bizonyos politikusai nem állítják be egy diadalmenetként. Nem mindig. De azért mégis ott tartunk, hogy van 2 zöld frakció az országgyűlésben, van egy zöld főpolgármesterünk. Pesszimizmusra vagy optimizmusra ad okot az elmúlt 10 év zöld politikai eredményei, zöld mozgalmi eredményei Magyarországon? Lehet innen... Szóval minden rossz, vagy minden jó? Én csak még egy mondat mielőtt erre rátérek, hogy amúgy Dánia azért is egy inspiráló példa, Dánia, mert ugye az euróból opt-out-olnak nem akarják bevezetni, és az Európai Unió legtöbbet vétózó országa, tehát már ebből is nekem a lelkemnek nagyon kedves, de én azt gondolom, hogy ez egyértelműen egy siker. Hát a régiót megnézve, Lengyelország, a lengyel zöldeknek a nagyon, hogy mondjam, nehéz sorsukat, a cseh zöldeknek, a románokról nem is beszélve, a horvátoknak, tehát azért mégiscsak a legstabilabban létező zöld politikai képviselete az Magyarországon van, és szerintem azért, mert nagyon jókor, nagyon jó üzenetekkel és alapvetően egy igaz állítással indult ez a politikai közösség, ami abból a szempontból értelemszerűen egy nagyon rossz pillanatban lett, hogy egy rettentően nehéz ellenzéki helyzetben van, ahol egy olyan stratégiai dilemmát nem tudott megoldani, amit a magyar választópolgároknál is nagyon nehezen került megoldásra. Én azt gondolom, hogy ugye most ez csak egy ilyen kicsit ilyen, hogy mondjam, LMP-s szempont, hogy minket mindig temettek már 14-18-as kampány előtt, meghaltunk már mi, nagyon sokszor meghaltunk. Szerintem 14-ben volt egy nagyon nagy igazságunk azzal, hogy ott akkor meglett az 5%, én azt egy nagyon igaz dolognak érzem. Nem tudom, kinek milyen emlékei vannak, nem akarok én nagyon nosztalgikus lenni, amikor volt az a sajtótájékoztató, ahol kirakták a rollapjait a 14-es összefogós pártoknak, köztük egy olyan rollappal, amit az újságíró kollégák is meglepően vettek észre. És akkor volt egy olyan érzésünk, hogy volt abban valami igazság, abban az állításban. Én önkritikusan azt tudom mondani, hogy ez az igazság, ez elfogyott a 18-as kampány második felére, ami, hát hogy mondjam, politikában ilyen van, valószínűleg erre jobban kellett volna reagálni. Csak azt akarom mondani, hogy az az állítás, hogy a magyar társadalomban van olyan politikai formáló erő, és ez nagyrészt a Fidesz, ami a hiszterizálására épül a társadalmi vitának, sajnos vannak igen aktorok az ellenzékben, és szerintem ennek a zöld magyar politikai közösségnek az lehet az egyik célja, hogy ne ők legyenek többségbe az ellenzékbe, hogy az ellenzéken belül lehessen igenis bizonyos szempontból az alapító nyilatkozatban megfogalmazott, kicsit hippi, kicsit szeressük egymást, kicsit kumbaja értékszintézis alapján elindulni. Ez volt a... Hát pokolni nehéz a NER-ben zöld politikát csinálni, mert ugye önmagában az zöldpolitika az éppen arról szól, hogy kibővítjük a politikai látómezőnket, olyan társadalmi csoportok, meg egyáltalán a jövő felé. Ez önmagában egy konfliktussal jár, önmagában egy bevállalós dolog tulajdonképpen zöldnek lenni. És mindezt a NER-ben azért az nem magától értetődő, de végső soron azt gondolom, hogy tényleg, hogyha összehasonlítjuk más országokkal, akkor a magyar zöldpolitika erősen képviselve van, és önkormányzati szinten talán nem annyira, mint talán mondjuk az LMP, azért ott van sok helyen, és tehát meglepően lehet látni, hogy itt azért mennyire egy huron pendülnek tulajdonképpen a párbeszéd meg az LMP politikusai, és nyilván az országos politikában is van egy közeledés, aminek én nagyon örülök, és szívesen tologatom ebbe az irányba ezeket a dolgokat. Az biztos, hogy egy olyan dilemma elé állította a zöld mozgalmakat magában a NER, meg a választási rendszer és az annak az összes borzalma, amire nagyon gyakorlatilag lehetetlen volt akkor egységes választ adni, és egyébként a magyar választók sem tudták, hogy ezzel mit kell kezdeni. Nyilván mindenki a maga részigazságában hisz. Én azok közé tartoztam, akik már a ciklus, vagy a NER legelső pillanataiban látták azt, hogy ennek az lesz a vége, hogy van egy egységes ellenzék, és abban kell egy erős zöldpolitikai szálat vinni. És mivel azt látom, hogy a magyar politika beleértve az egyiket az ellenzéki politika is intellektuálisan, hogy mondjam, díjazza az új megteremtő gondolatokat, ezért én hittem abban, hogy akár megkülönböztetett nagy szerepe is lehet a zöldpolitikának egy ilyen dologban, és végül is én tényleg egy zöld főpolgármesteri programmal jártam, és tudom, hogy nagyon keveseket érdekelt ez a program, és most néhányan meg vannak lepődve, hogy én ezt komolyan vettem. Tehát végül is én ezt halálosan komolyan veszem, és azt kívánom Magyarországnak, hogy ezek a zöld mozgalmak, pártok és egyáltalán mindenki, akinek fontos ez az ügy, azok markáns szereplői legyenek bármilyen rendszer ellenes szövetségben. És azt remélem, hogy a zöld politikának a most harmadik parlamenti ciklus óta meglévő képviselete és az önkormányzati képviselete is az elkövetkező években csak erősödni fog és nem gyengül. Hadd kapcsolódjak rá egy gyors kérdéssel arra a legutolsó mondatára, az összes többi politikai közösségre, hogy ma Magyarországon önöknek sikere vagy kihívás, hogy az elmúlt egy-másfél évben hirtelen, vagy nem is olyan hirtelen, de azért elkezdett minden politikai közösség zöldülni, minden politikai formáció zöldülni, még ugye a kormánypártok is azért elkezdtek. Ez ma a magyar zöld politikának, akik már 10 éve az zászlóshajukra tűzték, hogy a zöld politikát viszik, ez sikere vagy kihívás? Mind a kettő. Egyrészt siker, mert ma már nem lehet nem, valamilyen szinten legalább zöldnek kell látszani ahhoz, hogy az embert komolyan vegyék. Ez szerintem azért egy fontos dolog. És nyilván kihívás, mert ugyanazok a témákért el sem vagyunk másokkal, de hát legyünk jobbak, mint ők, meg hitelesebbek. Ehhez van plusz 10 évünk, meg hát mínusz 10 évünk is, meg kicsit már belefáradtunk ebbe, de nem kéne, és újult erővel vinni az ügyeket. Ezért csak egyetérteni tudok. Akkor mondok egy olyat, amiben nem biztos. Ma azt látjuk a kutatásokból, sőt, nem, ebben is egyet fognak érteni. Ma azt látjuk a kutatásokból, hogy van kb. 8-10-12%-nyi zöld szavazó, és mégis az amit az előbb is említettem, két zöld frakció mögött lévő politikai közösségek támogatottsága viszont relatíve alacsony. Hogy önmagában, holisztikus szemléletben mit tud ezzel a zöld politika kezdeni, hogy hát itt vannak a szavazók. Egyrésztről hirtelen bezöldült mindenki, másrésztről a zöld politikát évek, sőt most már évtized óta támogató pártok támogatottsága viszont alacsony. Mit tud ezzel kezdeni a politika? Egyrészt az összefogás nagy barátjaként én azt gondolom, hogy ezeknek a pártoknak az összes többi ellenzéki párttal közösen kell indulni a választáson. És hogyha ezek a pártok egy kicsit még közelebb tudnak egymáshoz kerülni, és mondjuk tudnak például megtámogatni egyéni jelölteket egy előválasztási kampányban, vagy akár egy tárgyulasztalnál, bár én ebben nem hiszek, de most ez a beszélgetésünk szempontjából talán nincs igazából nagy jelentősége. Az szerintem lehetővé teszi azt, hogy hosszú távon egy fenntartható szervezeti működés is kialakuljon ezek között a pártok között. Én nem gondolom azt, hogy most ezt erőltetni kell, tehát Nem látom ennek itt az idejét, hogy szervezeti értelemben ezt a kamatot újra gomboljuk, de egyébként én ezt többször elmondtam már, és itt is elmondom, tehát hosszú távon nyilvánvaló az a fenntartható működés, itt a zöldek a fenntarthatóságban hisznek, hogyha ezek a különböző társadalmi kezdeményezések és pártok, amelyek az zöldpolitikát viszik, ezek egy-egy szervezeti egységet alkotnak. Hogy ennek mikor van itt az ideje, nem tudom, valószínűleg a 22-es választás után, de addig is lehet értelmes szakpolitikai anyagokat csinálni, addig is lehet egymást támogatni, és egy olyan ellenzéki forgatókönyvet közösen képviselni, amiben egyébként nem az OEG koalíció, hogy közül barátunk a Schiffer András idézem, hanem egy olyan típusú politikai ajánlat, amiben az zöld politikának van markáns szerepe, és ami tényleg egy jövőképet mutat Magyarországnak. Ebben szerintem van egy csomó közös dolgunk, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Abban itt ismét nem lesz vita, értelemszerűen a jelenlegi pártstruktúrája az ellenzéki pártoknak mindenki számára használhatatlan, mert a választópolgárok se értik, miért így van ennyi párt, és miért pont ennyi párt van. Hogyha ezt ideológia alapon szervezzük meg, akkor értelemszerűen a párbeszédnek, az LMP-nek van egy közösséghez tartoznak. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy értelemszerűen közösen kell valamilyen formába indulni a választáson, nagyon sokszor tényleg személyekbe fog ez leképződni, aminek vannak előnyei meg hátrányai, mert a személyek sokszor személyes vitákat generálnak, nem feltétlenül politikai vitákat, de hát, hogy mondjam, ilyen ez most. Én azt látom, hogy van egy olyan generáció, aki úgy szocializálódott a politikába, még a tőlem fiatalabbak, hogy nem egyértelmű számukra, hogy például, és azért nem egyértelmű, szerintem ezt önkritikusan kell mondani, mert ez nem lett kellően kihangsúlyozva, akármennyire próbáltuk, és itt ismét tudunk utalni közös barátunkra, Schiffer Andrásra, hogy nem egyértelmű számukra, hogy a zöld politika meg a liberális politika között mi a különbség. És az, hogy ezen dörmögünk magunkba, hogy ez nem egyértelmű, az nem fogja ezt a problémát megoldani. Tehát itt sokszor az van, hogy a zöld politikának a rendszerkritikai részét nagyon nehezen lehetett eljuttatni, és ezért nagyon kevés munkát is fektettek bele sokan, hogy eljuttassák, és ezért ez nem vált szét. És szerintem bizonyos szempontból a következő éveknek a feladata, hogy ez szétváljon. Fantasztikus zárszó lett ez, hogy a következő éveknek mik a feladatai és kihívásai. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.